Nincs. Nincsen szíves amerikai. De kicsit ötöleltem meg az egyébként. Kis felembe lesz egy tekintemutató, ha érdeklét. Alapból üresben van a jármű, van bent egy sebességváltó, ugye ilyenkor nincsen hajtás. És ez nem az én napom, de már is. Alapból ugye üres van az autó, ilyenkor nincs lehajtás. Lerakom. Na, akkor megyünk? Hova? Egyet. Tudok fel. Ilyenkor alapból csak hátsikerít lehajtása van, és van ment egy kar, amit ha behúzok, akkor bekapcsolom az első kerék meghajtást, és akkor már összkerék hajtásra hagyjuk. Differenciálnyú zárat nem építettem bele, így levitelálok, ha olyan terepen van. Ugye irányítható kormányzás is, távirányítóról, és akkor egyes sebességben a jármű méretéhez képest aránylag elboldogult terepen is. És akkor, hogyha jól látszik a sebességén, hogy alapból ez az egyes, hát lehet lakni ugye kettesben, illetve ez a hármas, és ez a négyes sebesség fokozata. Ez nem úgy van, mint igaziból, mert a motor nem csak egy irányba tud hajtani, az elektromotor mind a két irányba hajt, így végül is rübbezve is a négy sebesség ugyanúgy él, mint előre. Hogyha kiveszem sebességből, ugye visszateszem irányba, elől itt van egy kar, ezt ha beteszem, akkor működésbe hozza az első csörlőt, amivel ugye tudja magát csörlőzni a járvő. Az ajtajai hasonlóképpen működnek, mint az igazinak, tehát ugye nyitható, és egy rugó biztosítja azt, hogy ilyenkor kint tartja az ajtót, átfordul a portponton, akkor pedig bent tartja az ajtót. Na tulajdonképpen most ennyi, és akkor áttérünk a következő járműre. Azt remélem nem töröm szét kétszer, amire megmutatnám. Hány darab volna? Hát ez olyan 3000 darab körül, de sok szerintem. Ezt kimondottan erre lett összerakó, vagy ez készletből lett építve? Nem, ezt kimondottan erre találtam ki. Ez egy Dodge Ram-nak a modellje. Van hozzá egy lakókocsi felépítmény is hátul, azt most nem fogom kihozni, azt rá lehet tenni, és akkor mint egy lakókocsi. Köszönöm szépen, ez igen, köszönöm. Ez szeretném felvenni a Jani-val. Ez egy régi darunak a modellje, egy régi darunak. Az az érdekessége, hogy 6 funkció van bent, viszont összesen csak 4 motor, 4 elektromotor hajtja. Ez úgy van megoldva, hogy 3 motor hajtja a funkciókat, és egy motor pedig egy váltószerkezethez van kötve, és a 3 motor vagy alsó, vagy felső soron hajt, és így van megoldva a 6 funkció. És kavar lesz bent, ugyanis most átállítottam a távirányítókat. Most felső soron van, mert alapból
föl van állítva a járnő, működik bent a hathengeres motor is, mert ez pont az a funkció hajtja, ami hajtja meg a járnőnek alapból. Ezzel a kampót engedi, illetve emeli, és ilyenkor, amikor erre a pozícióban van, akkor a kormánnyal lehet körbe forgatni a daruszerkezetet. Hogyha átváltok a negyedik karral alsó sorba, akkor a többi funkciót lehet irányítani, mint a talpalás, ugyanezekkel a karokkal, illetve a kormányzás és a meghajtás. Amikor megy a jármű, akkor ugyanúgy megy bent a hathengeres soros motor. Ugye Legóban ez fordítva van, mint igaziból, mert igaziból a motor dualtjuk hajtják meg a kereket, itt pedig ez csak egy optikai dolog, a kerekek hajtják meg a motort, és attól működik a főtenge, illetve a dualtjuk. Ez igazából ennyi. Most mutatok egy másik rendszert. Kicsi, megtaláltam az egészet. Akkor megtaláltam az egészet. Jó. De viszont ez teljesen más rendszerrel működik, mint a másik. A másik abban mind motor volt, ebben viszont magas nyomású levegő van, amit ezzel a pumpával lehet előállítani. Ez megy az úgynevezett pneumatikus munkahengerekhez. Ugye igaziból hidraulikus munkahengerek dolgoznak, amiben olaj megy. Ebben a Legóban ez a pneumatika csak magas nyomású levegővel dolgozik. Ugye vannak a különböző karok, az egyes munkahengerekhez tartoznak, és ezeknek az állításával tudom szabályozni, hogy a munkahenger hol kapja a magas nyomást. Ezután egyszerű pumpálással előállítja a magas nyomást, és úgy működik akár a hidraulika, csak ugye levegővel. És minden funkciója be van közte. És ez egy ilyen játszós modell gyerekeknek. Megyünk a meghibe! Menjetek, még egy. Mi? Itt mentál? Hogy itt tevelek az útra. Jó, te itt mentál? Itt kell venni. Itt mentál? Igen.